Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban a fűtési szezon legfontosabb tudnivalóiról beszélgetünk szakértő vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Csámpai Attillát, Tűzoltó Őrnagyot és a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Köszöntöm Önt, illetve a témanézőket is. És mivel, hogy a fűtési szezon a témánk, először azt gondolom tisztázzuk azt, hogy mikortól tekinthető ez a szezon, és meddig tart, hiszen most ebben a hónapban már esedékes. Igen, hát ugye hivatalosan október 15-ével kezdődik a fűtési szezon. Természetesen, főleg ugye családi házaknál bármikor bárki begyújthat, hiszen hogyha úgy érzi, a közézete azt érzi, hogy hideg van és fázik, azt szokták is használni a tüzelőfűtőberendezést. Ettől függetlenül maga a fűtés ezen október 15-ével kezdődik, maga a fűtésnek a kezdete. Mert hogy ehhez egyébként többféle előkészület is kapcsolódik, ez főleg azokat is érinti, akiknél távfűtés van, de ahogy említette, öngondoskodás is létezik, tehát van, aki fával tüzel, illetve más eljárásokkal, és főleg ez az önök szakterülete, hogyha jól gondolom. Itt milyen előkészületekre kell odafigyelni a fűtési szezon megkezdése előtt? Igen, ugye mi azt szoktuk javasolni, mielőtt még elindulna a fűtés, mindenféleképpen érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a tüzelőfűtőberendezést, illetve hozzátartozó füstelvezető rendszereket, tehát kéményeket vagy egyéb füstelvezetőket. Ugye azért fontos ez, ugye előző évben, vagy tehát az előző fűtési szezonban használt kéményekben bizony lerakódhat a koromkátrány, főleg a szilárd tüzelésű kéményeknél. És bizony az intenzív használat során, tehát amikor már nagyon hidegek lesznek, és nagyon használják ezeket a kazánokat, kéményeket, ez a koromkátrány képes kigyulladni, hiszen a kéményben több száz fok, akár 300 vagy az fölötti fok is lehet, és bizony ez a koromkátrány kigyulladhat. És ugye mi azt tapasztaljuk, hogy nem csak a koromkátrány képes élni, rossz fugákon keresztül, vagy akár kicsapódó láng miatt kigyullad a tetőszerkezet, hiszen jól tudjuk, ez egy száraz faanyag, azért több évtizede, több éve már ugye ott van a faanyag, kigyulladhat, és bizony nem csak a tető, hanem komplett lakástűzzel is találkozhatnak a tűzoltók. Ezért fontos szakemberrel átvizsgáltatni a kémét. Ugye a kéményseprő az ki fog érkezni, megnézi, ha kell kitisztítja, esetleg hibát állapít meg, akkor mindenféleképpen tájékoztatja a tulajdonost, hogy bizony ezt a kémét ki kell javítani. Vagy megtiltja ennek a használatát, vagy ideglenesen, vagy teljesen, az attól függ, hogy milyen állapotú a kémény, mit kell rajta javítatni. És ha már hibák említette, milyen rendellenességeket lehet észlelni? Mi az, amire mindenképp érdemes odafigyelni, és azonnal szakemberhez fordulni? Ugye ilyenkor a legfontosabb, ugye, ha közvetlen életveszély alakulhat ki. Hát gondolok én arra, hogy teljesen szét van fagyva a kémény, teljesen olyan állapotban van, hogy sajnos az tüzelésre alkalmatlan. Tehát vagy a fűt, tehát a füst, amit ugye termelődik az égés során, visszáramolhat a lakásban, vagy a legrosszabb ugye a szénmonoxid, ami szintelen, szaktalan, rettentő mérgező gáz, visszáramolhat a lakásban. Hogyha ilyen állapotú kémény találkozik a szakember, az azonnal megtiltja annak a használatát, és bizony kötelezi a tulajdonos, hogy azt használat előtt fel kell újítani, ki kell javítani a szakemberrel, gyakorlatilag addig ezt a kéményt nem lehet használni. Találkoznak egyébként ilyen esetekkel? Tehát ez egy nem szerencsés fordulat, hogyha valaki már sajnos ebbe a helyzetbe jut. Előfordul azért, hogy ilyen esetekhez riasztják önöket? Sajnos nagyon sok elöregedett kéménnyel találkozunk Pest vármegyében. Célszerű lenne valóban, hogyha mindenki odafigyelne erre. Ugye sokan legyintenek, hát nincs ezzel semmi baj, mert ezt a talet is kibírta, a tavalyt is kibírta, és általában ilyenkor történik a baj. Ugye általában, amikor mi kimegyünk és azt tapasztaljuk, hogy kéménytűz és kéménytűzzel kapcsolatos bejelentés érkezik, mi azt tapasztaljuk, hogy bizony azt szakember évekkel ezelőtt nem nézte meg, tehát sem előtt, sem tavaly, sem idén, sem előtte nem nézte meg, és bizony ettől következik, ebből kifolyólag következik az, hogy kigyullad a kémény, és esetleg a tetőszerkezet is, és ugye mindig azt tapasztaljuk, hogy általában itt következik be a baj. Természetesen nem törvényszerű, de legtöbbször, tehát a statisztikák ezt mutatják, hogy sajnos így van. Tehát ezért is hangsúlyozzuk azt, fűtés szezon kezdet előtt érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a kéményt. Beszéltünk a kéményről, kéménytüzekről.
Ugyanakkor a fűtésnél fontos a szellőztetés is, illetve a megfelelő berendezés használata, hogy a szénmonoxid mérgezést elkerüljük. Erről mit tudhatunk, tehát hogy biztosíthatjuk azt, hogy a levegő az otthonunkban az megfelelő minőségű, egészséges legyen? Így van, ugye most már modern nyílászárok vannak. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó csukódnak, nagyon jó záródnak, műanyag, ajtó, ablak, stb. Amivel nincs is semmi probléma, mert ugye hőszigetelés szempontjából ez nagyon fontos, azonban egyetlen egy alapvető dolog hiányzik, az, hogy nincs kellő szellőzés, tehát kintről a levegő nem tud bejutni, és bizony, hogyha a szénmonoxid megjelenik a lakásban, már pedig visszatérve a nem ellenőrzett kéményeknél, stb., tehát vissza tud áramolni a szénmonoxid. Azt tudjuk, hogy a szénmonoxid a szintelen, szaktalan emberi szervek által nem érezhető, de rettentő mérgező gáz, és bizony gondot tud okozni. Ezért ez úgy előzhető meg, hogy sűrűn szellőztetünk, téli időszakban is, tehát azt rá kell szállni azt a kis időt, bizony ki kell szellőztetni a lakást, valamint szénmonoxid érzékelőt szerelünk fel a lakásban, mert ennek az érzékelőnek pontosan az a szerepe, hogy a legkisebb dózisnál, a legkisebb mennyiségnél is jelezni fog, és hogyha ez megszólal, ez a szénmonoxid érzékelő, azonnal el kell hagyni a lakást, az ingatlan, és hívni kell a tűzoltókat, illetve a szakembert, hogy jönnek a helyszínre. Ez minden háztartásban jó, hogyha van ez az érzékelő, vagy egyáltalán kiknek javasolt? Mindenkinek javasoljuk, főleg ahol mondjuk gázüzemű készülék van, elsősorban ugye még a régi típusú nyílt égésterő készülék, ez onnan lehet megismerni, hogy gyakorlatilag, hogyha látjuk a lángot a készülékben, az gyakorlatilag a legtöbb esetben ez nyílt égésterőre vonatkozik, tehát ez a régi fűtési rendszer, bizony itt, én azt mondom, hogy kötelező lenne, tehát hasznos, inkább úgy mondanám, mert ugye gyakorlatilag itt nagyon sok esetben vissza tud áramolni a szénmonoxid, és bizony gondot tud okozni, tehát itt mindenféleképpen javasoljuk. Ettől függetlenül minden lakásban mi szoktuk javasolni, legyen szénmonoxid érzékelő. Ilyen esetekkel is egyébként találkoznak, riasztják önöket, vagy van-e valami olyan itt a Szentendrei térségben, amire kiemelten fontos lenne odafigyelni, mert sajnos felütti a fejét a lakosság körében, hogy ez bizony egy probléma így az őszi-téli időszakban. Igen, ugye mi azt tapasztaltuk, ahol szénmonoxid mérgezés történik. Ugye itt a térségben is volt nem olyan régen, ott nem volt szénmonoxid érzékelő. Ahol szénmonoxid érzékelő van, ott minimális a csökkent, sőt, teljesen lecsökkent a mérgezéseknek a száma. Hiszen ugye jelzett a érzékelő, a házban tartózkodók időben ki tudtak menni az épületből, így nem szenvedtek mérgezést. Természetesen előfordul az, hogy indokolatlanul jelez a szénmonoxid érzékelő, vagy éppen lemerült az akkumulátor, és attól jelez, és szoktunk ilyen helyszínre is vonulni. Ilyenkor mi azt mondjuk, hogy inkább menjünk ki a helyszínre, és inkább mondjuk azt, hogy hát igen, ez egy téves riasztás volt, mint hogy ne legyen, és bizony abból legyen tragédia, és esetlegesen emiatt kellett menni a tűzoltóknak, hogy ki kell hozni valakit az épületből. Milyen módon lehet önökkel felvenni a kapcsolatot, hogyha valaki rendellenességet észlel, akkor hogyan tudja a leggyorsabban ezt bejelenteni? 112-es segélyhívó szám, ugye ez egy segélyhívó szám, gyakorlatilag felhívja, és ott kéri a segítséget, elmondja a diszpécsernek, hogy mit tapasztalt, felveszik, tehát van egy ilyen kérdezési sablon, ez alapján felveszik a válaszokat, kérdéseket tesznek föl, erre válaszolnak, és ugye megkapjuk mi is az adatlapot, és az aktuális tűzoltóságot le fogjuk riasztani a helyszínre. A helyszínen mire számíthat a kedves lakos, aki ebben az esetben például kihívja önöket? Gyakorlatilag mi azt szoktuk kérni, hogy ha megszólal a szénmonoxid érzékelő, akkor hagyjuk el az ingatlan. Ha esetleg van arra mód, hogy lehetőség, és mondjuk a nappaliban megszól, és jövünk kifele, akkor egy ablakot nyissunk ki, hogy a szellőztetést kezdjük meg, és legyenek kint a szabad levegőn. Fognak érkezni a tűzoltók, is gyakorlatilag légzőkészülékben fognak bemenni a lakásban, tehát ők sem védőfelszerelés nélkül mennek be, méréseket fognak végezni, és megállapítják, hogy valóban helyesen jelzett a szénmonoxid érzékelő, van-e a szénmonoxid jelenléte a lakásban, vagy sem. Illetve maradnék ennél az őszi időszaknál, hiszen más a lakásunkon, házunkon túli esetekre is fontos odafigyelnünk, akár túrázás, kirándulás vagy utazás során. Változnak az útviszonyok, illetve ez az időszak is tartogat veszélyeket. Mikre érdemes odafigyelni az őszi-télire forduló időszakban?
Ugye, ha a kirándulást nézzük, ugye korábban sötétedik ki, és erre fel kell készülni, ugye megváltoznak a hőmérsékletek, azért most már azért hűvösebb felé fordul az időjárás, bizony ezt be kell kalkulálni. Aki kirándulást tervez, lehetőség szerint még a nappali fényviszonyok mellett fejezze be, hiszen azért sötétedéskor azért akár a tájékozódási szempontból is csökken, vagy a említettük már a hőmérséklet is csökken, tehát erre fel kell készülni. Tehát úgy tervezzük meg azt a területet, ahova szeretnénk kirándulni, hogy az érkezés még nappali világosságnál történjen meg. Esetleg mégis belenyúlunk, akkor meleg ital, pulóver az nem árt, hogyha bekészítünk a táskába, és erre is felkészülünk. Valamint feltöltött mobiltelefon az nagyon hasznos lehet ilyenkor, ugyanis sokszor tapasztaljuk azt, hogy eltévednek, letérnek a kiránduló útról, és akkor ugye gyakorlatilag keresni kell őket, és nem mindegy, hogy mely területet kell átkutatni. Ugye most már azért 21. században GPS koordináta nem ördöngösség, ha ezt meg tudják adni, és lehetőség szerint mondjuk mi be tudjuk mérni, akkor le lehet szűkíteni azt a területet, ahol esetleg az eltűnt szemét meg lehet keresni, illetve kell keresni, gyakorlatilag ezzel a mentési időt, szakát tudjuk lerövidíteni. És mi a helyzet a gépjárművezetőkkel, tehát az utakon mire fontos odafigyelni? Igen, ugye megváltozott útviszonyokra kell most már felkészülni, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy a nyári biztonságos autózást fel kell váltani az őszies téli biztonságosabb autózásán. Ugye, ahogy említettem, már korábban sötétedik, később kell fel a nap, megváltoznak az útviszonyok, ugye nedves, nyálkás útszakaszokkal találkozhatunk, főleg lakott területen kívül, illetve maga lehulló falevelek miatt is csúszósá válnak az útviszonyok, ezért kellően megválasztott akársebesség, fényviszonyok, stb. Tehát mindenféleképpen erre oda kell figyelni. Illetve még arra volnék kíváncsi, hogy itt a térségünkben is vannak különféle események, rendezvények, amikor önökkel, az önök szakembereivel lehet találkozni. Mire számíthatunk október, november, akár decemberben? Van olyan fontos esemény, amit kiemelne a lakosság részére? Igen, hát hogyha a kommunikáció szempontból nézzük, hogy megelőzés szempontjából, jönnek most azok az időszakok, mikor ugye gyertyagyújtási időszak, az advent, a karácsony, tehát amikor többet vagyunk együtt, többet vagyunk otthon, többet tartózkodunk a lakásban, és akár ugye említettem, gyertyát gyújtunk. Ennek megvannak a biztonsági előírása, megvannak a szabályai, mire kell odafigyelni. Egyetlen nagyon fontos szabály az öngondoskodás. Tehát mindenki figyeljen önmagára, környezetére, és azt gondolom, ha betartjuk ezeket a szabályokat, akkor talán minimálisra lehet csökkenteni a veszélyt, illetve ezzel járó káreseteket. Úgy legyen, mindenki vigyázzon magára. Csámpai Attilának köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!